Elérkezett a második születünk ideje itt a Dabasszőlősi 750 tőkés szőlőskertben. Gyülekeznek szépen a helybeliek, idősebbek, fiatalabbak. Nagyon szép az idei évi termésünk, hála az égnek. Annak ellenére, hogy komoly aszályos éven vagyunk túl, az idei év is egy nagyon gazdag, bő termést hozott itt a szőlőskertben, köszönhetően a tavaszi jó meccésnek, az egész éves ápolásnak, amiben a helybeliek is, közfoglalkoztatottaink, a kulturális szintér dolgozói részt vettek. Most itt a nap folyamán igyekszünk mindent leszüretelni, amit az idei bőtermés adott számunkra, és elkészítjük az idei évben is dabasszőlő borát. A tavalyi óborból még van, akik itt vannak, azok kóstolhatnak, és az idei évi borból pedig majd reméljük, hogy a jövő évben egy hasonló gazdag termésű szüretnél tudunk majd valamennyien fogyasztani. A szőlőskert telepítésével az volt a célja az önkormányzatnak, hogy ezt a szép régi hagyományt, ami dabasszőlőben még elevenen él, még az idősek között van olyan, aki szőlőtermesztéssel foglalkozik, ezt ne hagyjuk elveszni, hanem akkor, amikor a 750. évfordulóját ünnepelte a város léte, illetve az első írásos említése, abban az évben, a covidos évben, 2020-ban telepítettük ezt a szőlőskertet, és azóta nagyon sok csoport látogatott ide. Az a célunk a jövőben is, hogy ebben a szőlőskertben ezt a szép hagyományt tovább tudjuk örökíteni a fiatalabb nemzedékek számára.